Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Salamon Eszter, az Európai Szülők Egyesületének a képviselője, vezetője. Csupán azért, mert szerettem volna önöknek így pénteken reggel egy okos nővel való beszélgetést is mutatni. Szia Eszter, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szia Péter! Ellentétesen a megszokottakkal Eszterrel tegeződünk, hisz ezer éve ismerjük egymást, ami nála ilyen 3-4 évet jelent, mert ugye ő egy nő, de ő egy okos nő. Mi újság, Eszter, mi van a szülőkkel Európában? Hogy élték túl a szülők ezt a járványidőt? Hát ez nagyon-nagyon különböző a különböző országokban, leginkább attól függött, hogy a kormányok hogyan zárták be, vagy egyáltalán bezárták az iskolákat, és hogy amíg be voltak az iskolák zárva, addig mi volt a szülőkkel szemben az elvárás. Ebből a szempontból azt hiszem, a magyar szülők elég rosszul jártak, látva az európai körképet, mert aránylag kevés segítséget kaptak a pedagógusok, és ennek megfelelően nagyon kevés segítséget kaptak a szülők is. Ráadásul a pedagógusok úgy gondolták, hogy nekik a heti 30 tanítási órát ezt muszáj teljesíteni, úgyhogy még máshol a gyerekeknek napi 2-3 órát kellett maximum iskolai dolgokkal foglalkozni, és így a szülőknek ennyit kellett tanítani őket otthon. Addig a magyarországi szülők arról számolnak be, hogy bizony 50-60 iskolával töltött órát is regisztráltak hetente, ami hát minden, csak nem normális. Nagyon különböző országokban, ugye azt talán tudják a nézők, hogy Svédország egyáltalán nem zárta be az iskoláit, Hollandia félig, meddig bezárta az iskoláit, de mondjuk például itt az általános iskolásoknak óriási előnyt jelent az, hogy az általános iskolai tantervit olyan, hogyha valaki fél évet hiányzik, akkor sok minden nem történik, úgyhogy az általános iskolásoknak az volt az iskolai feladata, hogy olvassanak minden nap, illetve hogy amennyit lehet, annyi időt töltsenek a játszótéren. Ilyen szempontból is nagyon különböző volt a szülők leterheltsége, illetve lehetőségei, mert míg Magyarországon minden olyan helyszínt gyakorlatilag elzártak a gyerekek elől, ahol élvezhették volna a szabad levegőt, addig más országok kifejezetten arra ösztönözték a családokat, hogy főleg a gyerekek, de a felnőttek is minél több időt töltsenek a szabadban, játszótéren, parkban, mozogjanak, erősítsék az immunrendszereket. Szóval nagyon különböző volt a hozzáállás. Vegyük például Hollandiát, ahol feltételezésem szerint azért minden házban van egy-két kütyű, tehát ha két gyerek van, akkor nem kellett, hogy vitatkozzanak, hogy ki ül a gép mellett, vagy a laptop mellett. Ez a járványidő és ez a távoktatás mennyire világított rá a szocioökonomiai különbségekre? Hogy mennyire világított rá, az nyilván attól függött, hogy mennyire voltak nyitottak a problémákra az iskolák, illetve a kormányok. Ugye Magyarországon azt mutatják a felmérések, hogy nagyjából a gyerekek egy negyedét elvesztettük, hát nem nagyon tudnak róluk, nem tudták elérni őket, és ennek megfelelően miután más eszköz nem volt, mint hogy akkor ők digitálisan oktatnak, nem is nagyon történt ezekkel a gyerekekkel sok minden. Hollandiában nagyon más volt a hozzáállás. Itt sem igaz az, hogy mindenkinek rengeteg kütyüje van. Nyilvánvalóan itt is óriásiak a különbségek. Mondjuk itt az első intézkedések egyike az volt, hogy a nagyvárosi önkormányzatok több tízezer eszközt vásároltak azoknak a középiskolásoknak, akiknek ez problémát jelentett. Mondom, az általános iskolásoknak ez nem volt igazándiból gond, hiszen nekik nem kellett naponta bejelentkezni a tanítónénihez. Tehát nagyon sok eszközt juttattak el családokhoz, illetve hát megpróbáltak olyan eszközöket is találni, amivel a kevésbé elérhetőek is elérhetővé válnak. Ugye itt nem csak eszközökről van szó, hanem internet hozzáférésről is szó van, hogyha nincsen internet hozzáférése egy családnak, vagy limitált adatforgalom van, akkor ez legalább akkora problémát jelenthetett, vagy jelentett. Gondolom az európai nagyvárosokban ez nem okozhat gondot, inkább a vidékeken, nem? Szerintem ez alapvetően nem vidék vagy nagyváros probléma. Ugye nagyon-nagyon különböző az internet használat különböző országokban. Itt érdekes módon nem észak-déli választóvonal van,
mert az észak-európai országok, ugyanúgy, ahogy a dél-európai országok is nagyon aktív internethasználók. Érdekes módon a legkevésbé Németországban, Ausztriában megszokott az, hogy egy családnak rendszeresen van otthonról internet elérése. Ami nekem mindig meglepő, de akkor is így nekem is Németország azok, akik ebben a leglemaradottabbak, és nekik kellett a legtöbbet hozzádolgozni. És nyilvánvalóan attól is függ, hogy milyen a lefedettség egy országban. Például Észak-Európában, beleértve Hollandiát is, miután a vidék az alapvetően nem egy félig meddig elmaradott mezőgazdasági terület, hanem ugyanúgy vannak vállalkozások. Például Hollandiában vannak ilyen falu csoportok, akik mondjuk x 5, 6, 8, 10 falu vagy kisebb város összefog, és akkor az egyikben van egy mozi, a másikban van egy pláza. Tehát itt igazándiból nem úgy kell elképzelni a vidéki életet, mint Magyarországon. Tehát itt nem olyan a vidék nagyváros közötti különbség. Magyarországon szerintem ez alapvetően inkább lefedettségi kérdés. Tehát egyszerűen van, ahol nincs olyan megfelelő elérhetőség vidéken. Esztergominek utána én egyre öregebb leszek, tehát ennek a következménye az, hogy biztos Péter nevű gyermeked is már régen a felsőoktatásba vesz részt. Te még fiatal maradsz, de mi férfiak gyorsabban megy az idő felettünk. Milyen volt a felsőoktatásban? Ő például hogy tudott részt venni az oktatásban? A felsőoktatási tapasztalatok nagyon különbözőek. Magyarországon is, meg a különböző országokban is, ez borzasztóan egyetemfüggő volt. Mondjuk el, hogy ő melyik egyetemen tanult? Mert nagyon különböző minőségű volt az a távoktatás, amit az egyes egyetemek nyújtottak. Speciál az az egyetem, ahova az én fiam járt, és ahol most végzett, ők kevésbé voltak figyelemmel a hallgatókra, tehát például úgy jártak, itt rengeteg nemzetközi hallgató van, hogy nagyon sokan hazamentek, a fél év közepén van egy fél évközi szünet, és otthon ragadtak, mert közben különböző országok lezárták a határaikat, meg kijárási korlátozásokat vezettek be, ugye itt Hollandiában nem volt semmilyen, de otthon ragadtak nagyon sokan, úgyhogy közben Hollandiában a diákszobájukban voltak a tankönyveik, és a könyvtár például nem volt hajlandó e-book licenszeket vásárolni, hogy többen tudják kikölcsönözni a tankönyveket. Szóval nagyon különböző volt, hogy mennyire voltak figyelemmel a tanárok problémáira, illetve mennyire voltak figyelemmel a diákok problémáira. Azt lehetett látni, hogy azt nehezen tudta kezelni az egyetem, hogy miközben azt mondták, hogy hát szegény tanár, neki közben a gyerekét is tanítania kell, és otthonról dolgozik, és négyen vannak egy számítógépre. Nehezen értelmezték azt, hogy a diák is nagyon sokszor ebben a helyzetben van. Angliában például nagyon sokan úgy jártak, hogy bezárták a kollégiumokat, haza kellett költözni az egyetemista diáknak, úgyhogy léptennyomon ilyen bérelt lakókocsik ütötték fel a fejüket a házak autóbehajtóin, mert hogy fizikailag nem volt hova tenni azt az egyetemista diákot, akinek még dolgoznia is kellett, mert ugye már nem volt berendezkedve erre a család. Ugye nagyon különbözőek voltak a tapasztalatok, speciál a fiamék egyetemén végtelenül bénán csinálták a dolgot. Már minden dokumentummal például rendelkezik arról, hogy van diplomája, de a diplomáját még nem sikerült elkészíteni az egyetemnek. Holott be lehet járni már, csak egyszerűen bénáznak. Na akkor intim pistáskodjunk tovább, és hova jelentkezett, hol folytatja tovább? Egy másik hollandiai egyetemen, Maastrichtban fogja a mester diplomáját megszerezni. És mi lesz, ha nagy lesz? Tessék? Mi lesz, ha nagy lesz? Mit fog most a mester diploma keretében tanulni? Is jogra járt, itt nem osztatlan a jogászképzés, ahogy Magyarországon. Hát van egy alapjogi diplomája, és azzal fog foglalkozni, mindig is érdekelte szellemi tulajdonjoggal. Itt szellemi tulajdonjogász lesz belőle. És jogász vagy akár ügyvéd is lehet? Ügyvéd is lehet, de szerintem ebben a rettenetesen komplikált rendszerben most nem menjünk bele, ugye valamelyik ország megfelelő kamarájába be kell lépni, és erre mindenféle lehetőségek vannak. Iszonyatos komplikált, hogy ebből a szempontból Európa semmilyen szinten nincsen harmonizálva. Pedig azt hittük, hogy Európa már teljesen harmonizálva van. Nem hittük azt eddig se. Hogyha visszalépünk néhány évet a gyerekek életkorában, hát ugye az iskola az, ami a leginkább
nincs harmonizálva. Az Európai Bizottságnak most van éppen egy európai oktatási, European Education Area, nem tudom minek fordítják, valószínűleg európai oktatási teritorium, vagy valami ilyesmi, de ebben sem akarnak elmenni odáig, hogy valami fajta harmonizáció legyen különböző országok között, holott ugye egy Európai Uniós állampolgárnak alapvető joga az, hogy ő mobilis legyen, és bármikor változtasson úgy munkahelyet, hogy egyik országból a másikba költözzön. Ugye ma ez úgy néz ki, hogy a gyerekének muszáj az adott ország nyelvén tanulnia, holott a jogszabályok garantálják, hogy ő anyanyelven is tanulhasson, és anyanyelvi oktatáshoz is meglegyen a joga. Illetve nagyjából úgy néz ki, hogy ha egy szülő nem fizet be valamelyik fizetős rendszerbe, vagy a francia, vagy az angol iskolába, ami mindenhol van, óriási árkülönbséggel az angol jó és drága, a francia olcsóbb, és hát meglehetősen rossz színvonalú, akkor a gyerekének ahányszor országot váltanak, annyiszor nagyjából évet kell ismételnie. Tehát gyakorlatilag azt jelenteti, hogy 12 év iskolát három költözéssel 15 év alatt lehet elvégezni. Hiányzik-e neked az, hogy oktassál? Én eddig is oktattam, meg ezután is oktatok, és most nagyon nagy öröm számomra az, hogy egy nagy csapat magyar pedagógus jön majd Utrechtbe egy képzésre az inkluzív oktatással kapcsolatban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Hamarosan érkeznek. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Salamon Esztert látták és hallották, egy okos anyát, egy okos asszonyt. Ime a példa, hogy abba, hogy gyereket nevelünk és háztartást is vezetünk, nem butulunk bele. Eszter, köszi, hogy velünk voltál, és légy szíves, többet jelentkezzél, mert sok érdekes dolgot tudsz nekünk mondani, és a nemzetközi tapasztalatokat így mi is kamatoztatni tudjuk. Szia és Shabbat Shalom! Köszönöm szépen! Szia! Viszont hallásra, viszont látásra, és Shabbat Shalom! Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következő vendégünk Seres Attila, akivel a hetet fogjuk értékelni. Tartsanak velünk!